Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk most Nagy Étszén, és a Rákos-Szentmihályi szárnyvonalat fogjuk bejárni, és ez a hudokvonalat, amivel említeszik, és itt van mellette pedig Kári is, és meg Tipla Kári Zoli is itt van, úgyhogy most négyen fogunk menni. Sziasztok, itt van mindenki. Beköszönünk egymásnak, igen. És jól tudom, Kári, te voltál itt, dolgoztál itt Nagy Étszén is. Nem, Nagy Étszén nem, ezen a vonalon de a dolgoztam. Héven, ja, igen. Nagy Étszén nem. Őrsvezértéren, meg Cinkotán igen, meg Csömörkerepes. De akkor a vonal történetét azt mondhatni, hogy ismered. Tehát akkor te leszel most az idegen vezetőnk, mondhatni. Részben ismerem, igen. Szakértője azért nem vagyok. Ja, és itt van Kalcsi, szintén videót gyárt. Zolinak is lesz videója. Lesz, csatornára, úgyhogy... Szólok, hogy az enyém az valami butikot lesz, mert... De, gyakorlatilag négy különböző videót csinálunk ugyanarról a témáról, hát esetleg szavazatok majd, hogy melyik a legjobb. Melyik az lesz, ezt neked is mondom adani. Ja, akkor hallgassad. Két kamera vesz engem, hogy szóval akkor innen indul Nagy Étszénről, nézzük a Rákos-Szentmihályi hévet, és hát annak egy részét, ha jól vettem ki, és ennyi a projekt, a többit majd látni fogjátok. Sziasztok! Itt van előttünk, ugye szemben ez van, ez az áram átalakító, így nem kapja a delejt a hív. És még annyit nem mondtam el egy Nagy Étszén megállódó, hogy ez a Gödöllő hív felújítása után meg fog szűnni ez a megálló, így ahogy van. És hát egy új megálló fog épülni a Körvasút mellett. Hát ott terveznek egy ilyen átszállási lehetőséget. És a Rákosfalvai megálló meg kicsit előrébb fog menni. Kérdés, hogy mikor valósul meg? Hát mikor valósul meg, de most a terve ezt, hogy... És igen, van is benne, értelem, ez a Nagy Étszén megállva, ez nagyon kim van itt a peremben. Itt vagyunk az áram átalakítónál, egy másik szögből. Még van egy légvédelmi sziréna is a tetején. És egyébként itt van a tábla is, Piros Rózsa utca. Itt vagyunk az áram átalakítónál. De sokan vagyunk. Oké. Okay. És ahogy Adani mondta is előbb, hogyha... És egyébként picivel ott előrébb az ott már a Piros Rózsa utca, és itt elsőnek egy lóvasút épült ki, és annak volt itt a végállomása valahol. Gondolom, hogy a lóvasúté az ott lehetett a sarokba. Ott a Piros Rózsa utca valahol ott. Itt lehetett a végénél. Ez volt a... Valahol van róla rajzom egyébként, eredeti vonalrajz. Az érdekes lehet. A levéltárba kikutattam. Csak nem tudom, hogy hol van, meg kell majd keresni. Hát az biztos, hogy itt a Piros Rózsán jött a lóvasút, az biztos. És ott, most tudom, az Ákos utca, vagy melyik az, ahol elkanyarodott, és ott ment rá a hudokra. Onnan már fedi egymást a kettő. Ez itt a Piros Rózsa utca, ugye arra. Zoli állt bele a képbe, igen, az volt az, és itt jött a lóvasút valahogy, és akkor szerintem itt valahogy így bekanyarodott be, és itt volt a végállomása. Vagy csak simán itt elfogyott a sín, és elindult vissza. Lóvasútnál ez könnyebb volt megtenni, mert csak átfogták a lovat a másik oldalára. Hát szerintem még onnan van a villamosnál a kifejezés, hogy visszafog, mert... Lehet, igen. Tehát azt el tudok... Fogják a lovat a túloldalára, visszafogják. Ahhoz képest, hogy nincs már majdnem 100 éve lóvasút, ahhoz képest még most is visszafognak a villamosok. Hát igen, ezek a régi kifejezések ezek megmaradnak. A telefonnal is tárcsázni szoktunk, pedig mióta nincs már tárcsás telefon. Igen. Arra fogunk ott menni, ott szembe, és ott fog kiágazni egy picivel arrébb balra a Rákos-Szentmihályi hudokvágány, amellé mi megyünk. Itt van pár mellékvágány, ez 1996-ig teherszállításra is használták, ott van szemben egy tüzéptele, főleg annak volt itt forgalma, közben jön egy hív. És itt csattok el mellett a másik szerelvény. És egyébként itt ez látszik, itt azért van itt körbe kerítve, itt egy váltó volt. Itt lehetett bejárni ezekre a vágányokra. Hát ugye a váltónak az állítóját azt már elvitték, a váltó az még... Egy része még megvan a váltónak, itt van. De itt volt a váltó. És ennyi. Na de, akkor induljunk el Rákos-Szentmihály felé. Na hát itt vagyunk a kiágazásnál. Ez már a Rákos-Szentmihályi szárnyvonal része.
És itt egy darab igényes inek megvannak, ezt a másik videóban mutattam. Egy szerelvényfordítással szokták használni, ott van egy delta vágánya. Picivel alvébb, igen, ott is van egy kiágazás. És itt szokták a szerelvényeket forgatni. Ezt évente egyszer-kétszer megcsinálják. És maga a szájvon az arra ment, és egy darabig megvannak még a sinek. Ezt direkt ezért hagyták csak meg. A szerelmi forgatás miatt. De majd meg fogom mutatni szerintem az ütköző bakot is, ahol a sasvalmi piac előtt addig van meg. A szemben lévő épület is a héjhez tartozott. Ez itt egy megálló volt, és egyébként itt ment. Így itt nyíregyenesen bent a szájvonal tovább, ez volt egyik nyomvonal. Sashalom-Kossuth tér. Ja, igen, és a Sashalom-Kossuth térnek hívták a megállót. Illetve Sashalmi tér. Időnként változott a megállóknak a neve. Itt van velünk szakértőként Vikári, ismeri a vonalat. A Gugli a barátom. Igen. Hát onnan jegyzeteltem ki reggel. Ja, én meg majd utólag fogom majd belevágni ilyen hangot. Egészen addig lehet látni. Nem is figyeltem nagyon ezt. Itt vagyunk itt a sétáló utca elején, és itt a sétáló utcán nyomvonal helyére épült ez a sétáló utca. Itt egyenesen ment tovább a hév egészen a Rákos utcáig. Itt mutatom, ez a Sashalmi sétánynak hívják, hogyha jól tudom, és itt egyenesen ment tovább a vonal. Igen, tehát a megállóhely épülete, akkor itt jöttett előtte, és bizony ugye kétvágányú vonal volt valamikor, tehát itt a második vágány meg itt lehetett. És egészen előre is a Rákos utcánál vett egy ilyen meredekebb ívet. Ott nagyjából egy kicsit előre zoomolva, ja, nem látok addig, mert az még mindig a Rákos utca előtt van. Ott ahol futnak ott az előtérbe. És akkor itt vagyunk, ez az. De meg is mutatom, hogy van itt egy ilyen helytörténeti fasor is. Ez 2011-ben épült. A sétánynak a helyén ment annól. És itt vagyunk. Megyünk tovább a nyomvonalon. Azt szerintem van egy sejtésem, hogy az annak az elődje volt. Ez lehetett egy felső vezetéktartó szó. Igen, vagy tudja, hogy meg az. Vagy az állomásnak egy térvilágítója, az bármi lehetett, igen. Szerintem ezek annak az elődjei volt. Tehát, hogy valószínűleg, sőt szerintem... Lehetnek ezek a vagy szerkezeti oszlopok, ezek lehettek. Ezek a villanyoszlopok szerintem azoknak a tartószokai voltak. Eljöttünk ide az Ilona utcáig, Rákos utca, Ilona utca kereszteződés, és itt ezen a nyomvonalon fordult be a hév. Ez itt látszik a nyomvonal, és felső vezetéktartó oszlop, szintén, megvan. És itt arra ment tovább egyenesen, ott a mellekarcsi van, és egy-két oszlop a távolban, mintha még itt is látszana. A Rákos utcán volt egy ilyen nagyon durva emelkedő szakasz, ahol ilyen mendemondák is elják, hogy olyan lassan kapaszkodott fel, hogy le lehetett szállni menet közben, és gyalog leelőzni a vonatot, vagy visszaszállni rá így az utca végén. És itt viszont ilyen felszállatod az emelkedőre, itt befordult, és innen már itt látszik, ez már egy menedek rejtő. Egészen a Csömöri útig ment a vonal így, és innen viszont már lejt menetbe. És itt... De mutatok ott még egy oszlopot, mert egy kereszteződéssel odébb is volt egy. És már megint beleugatnak a videóba, de nem baj. És ott is van egy oszlop. Na, ott. Tehát itt látszik a nyomvonal, és egyébként itt jött végig itt a sáv mentén, és itt fordult be. Na most mindjárt folyamatom mutatni, és így. Na, az azt látszik, hogy amikor mind a két vágány megvolt, akkor a másik pedig már itt jött. Közben megérkeztünk a Csömöri útra. Itt az Ilona utcától ugye egy balossal kanyarodott rá a Csömörire, és itt valahol már indult el vissza.
Ja igen, hát ezt így most hallottuk, hogy vannak sínszálak még elvileg, de ezt vagy ráholták a sarat, meg ráaszfaltoztak azóta, úgyhogy még ha volt itt. De az biztos, hogy errefele jött, mert itt látszik egy felső vezetéktartó oszlop. És valószínűleg itt fordulhatod be. Szerintem valahogy így jöhetett, és itt fordult be. És ment vissza. Igen, mert itt ezen az úton indult el vissza. Tehát szerintem itt. Itt is volt olyan forduló, most építik be a helyét. Ja. Ugyanolyan forduló, igen, mint a többi sarkon, most építik be a helyét, ez a új épület. Ja, igen, ez az. És ja, persze, még látszik az oszlop, hogy biztos, hogy itt ment be. Igen, mint az oszlopnál, ahol az épületben látjátok, hogy épülünk valami, ott van minden. Két oszlopot megvan benne a háttérben, úgyhogy biztos, hogy jó nyomon vagyunk. Így most nem tudom megmutatni, de megpróbálom. Na, ott van. Ott van két oszlop is. Itt volt egy ilyen hudokanyarodott, csak azt épp most építik be. Úgyhogy ennyi, majd megyünk tovább. Itt vagyunk a Rákóczi út kereszteződésnél, és ez meg itt egy régi megállóhely. Inkább felveszem a túloldalra. De jobban látszik, ez volt itt az egyik megállóhelye a hívnek, és innen már ugye visszafele ment. Nyomvonal továbbra is arra. És itt kanyarodott vissza a hurok. Szóval így arról jöttünk, és itt volt a... Itt még látszik a nyomvonal, hogy hol kanyarodott a hív. És itt arra fele ment tovább, és így jött, ez volt a nyomvonal. És itt még ez látszik, itt az az autó is megy ott. Ott kanyarodott rá a Rákosi útra. És itt még megvan a régi utcatábla is. És volt még egy nagyobb hudok is, amit egy időben járt a hév, ami a Pálya utcán ment. Mert majd azt is megnézzük. És ez pedig itt a megállóhely épülete volt. És most akkor egy oldalról is megmutatom. Igen, valószínűleg az lehetett ott a váróterem, és az a berácsozott ajtó meg a forgalmi iroda. Vagy fordítva. Ja, és haladt egy csöcslámpa is ott felette, az nem egészen a metrókban lévő csöcslámpa, de hasonlít rá. Na, kezdve itt mi autónk végéhez értünk, és közben kijöttünk Csömörre is. Ugye, Rikárni volt olyan kedves, és kocsival elhozott minket, Csömörig. Igen, köszönjük szépen, itt vagyok én is. És itt vagyunk Csömörön egy parkolóban, Zoli is itt van. Zoli is. Ott itt kicenzúrázzuk a terméket, de egyébként itt vagyunk a jövőben. De ott van a háttérben egy másik, azt már tudom kicenzúrázni könnyen, de itt vagyunk. És bejártuk a hívvonalat, és megbeszéltük, hogy egyszerre fogjuk mind a négyen felrakni a videót róla. Szombaton délelőtt 10 óra. Igen, így legalább meg lesz. Én se felejtem el, mert most felvettem. És folytatjuk, mert megyünk majd Rákospalotára is, mert oda is járt a hív. És a lóvasút vonalát igen, is, ami a hév elődje. Igen, ezeket majd külön megnézzük. Azért lesz jó, mert az ugye nem van messze tőlem, ugye. Ja, ráadásul igen, a kerületben azért. Ez meg nekem volt kb. A szomszédban. Lehet, hogy majd előre megyek egyik nap, aztán fölmérem a terepet, hogy mi merre medik. Mert aztán, hogy legalább úgy nagyjából legyünk képben, és akkor utólag lehet, hogy kocsival könnyebb dolgunk. Közelem itt esne a hó. Nem? Majd lehet, vagy csak én látom, így esik a hó? Ha utána járok, és akkor majd utolva. Na, akkor tessék most már. Amikor idefelé jöttünk, az eső esett, most a hó esik. Ezután még bármi lehet. Megint egymás kamerázzuk, igen. Én meg én vagyok a cica, és így beleintegetek. Ez jó lesz így végső snitnek, igen, hogy vidám hangulatban telnek itt a videózások. Amikor így a YouTube videósok összejönnek. Akkor mindent. Nem, azt nem úgy kell. Jó lesz ez majd a végén. Egyszer meg el. Csak ezt nem fotózás közben csináljátok. Képbűki! Csüssz! Sziasztok! Köszönjük a lehetőséget! Itt vagyok én is, akkor én is benne legyek a videóba. Tudjuk, sziasztok!